Több támogatást kellett volna kapniuk a vírus miatt nehéz helyzetbe került szektorok munkavállalóinak. Ezt a kormány támogatóinak többsége is így gondolja, derül ki az LMP legfrissebb kutatásából. Eddig 167 ezer dolgozónál vették igénybe a munkaadók az 50%-os kormányzati bértámogatást, amit a munkáltatók április 30-áig igényelhetnek. Turizmus és vendéglátás. Egyebek között ezeket a szektorokat érintik a legsúlyosabban a koronavírus miatti bezárások. Eddig körülbelül 160 ezer munkavállaló után igényeltek bértámogatást, a megítélt támogatások 99%-a már megérkezett a számlákra, több mint 60 milliárd forint értékben. A Median legfrissebb felméréséből viszont az derül ki, hogy a többség szerint a kormánynak sokkal több pénzt kellett volna adnia a járvány alatt bajba került dolgozóknak és vállalkozásoknak. Több megbízó részére készült, mondjam, ez omnibus felmérés része volt ez a kérdésblokk, amit az LMP-nek készítettünk, és hát ezek a kérdések a járványkezelés egyes aspektusainak a megítélésére vonatkoztak, konkrétan a bértámogatás és a szociális dolgozók oltásának a megítélésére. Az ágazati bértámogatási programban a támogatott munkavállaló bérének felét térítik meg a mindenkori minimálbér másfélszereséig. A teljes lakosság 77%-a kevesli a bértámogatás összegét, ezt a kormányváltást akaró 96%-a, de a kormányt támogatók 59%-a is ugyanígy gondolja. Az Európai Alapítvány, vagyis az Eurofund felméréséből az derül ki, hogy 2020 áprilisában az összes EU tagállam közül Magyarországon kapott arányaiban a legkevesebb munkavállaló bértámogatást. Akik a turisztikának és a rendezvényeknek, akár üzleti rendezvényeknek a szervezésével foglalkoztak, ők maximum a tartalékaikból tudtak élni, és hogy ne kelljen legalább a kulcsembereiket elbocsájtaniuk, ahhoz nagyon nagy segítség volt a bértámogatás. Természetesen ez lehetett volna nagyobb mértékű is. Perlusz László azt is elmondta, nem lehet felső határt mondani, mert egy ilyen válságban minden forint számít. Az ágazati bértámogatásra jogosultak április 30-áig igényelhetik a támogatást.